Obyčajně mladí ľudia prichádzajú s kúškam. A vtedy, keď prichádzajú, stoja pred tými skúškami a uvedomujú si, že teraz budú vlastne skladať ten atestát zrelosti. Tak vtedy si uvedomujú vlastne všetky nedostatky. A dovtedy si tak tie svoje nedostatky neuvedomujú. Ale keď sa začnú učiť pred skúškami, a vtedy zistia, že čo nevedia. A aj jeden z najväčších filozofov a vedcov povedal, že viem, že nič neviem. A egyik svojej doby. Egyik legnagyobb filozófusok közül is azt mondta a maga idejében, hogy tudom, hogy nem tudom semmit. A obyčajne človek, tedy keď začína študovať a učiť sa, pripravovať na tie skúšky, tedy vlastne prichádza na to, že vlastne kde má medzery a v čom má medzery. És akkor, amikor a fiatal tanul ezekre a vizsgákra, akkor jön rá, hogy hol vannak a hézapok a tanulát. Ale aj to je takým dobrým vlastne odrazovým mostíkom pre to, aby sa začal učiť. A niektorí ľudia si to tak predstavujú, že oni sa nemusia ani učiť a Pán Boh im pomôže. Ale spomínam si na jeden príbeh, stal sa v jednom zbore. A jeden brat povstal a hovorí, že bratia, sestry, predstavte si, celý rok som vysial, teda vysadil som pole s kukuricou a potom som sa celý rok o to nestaral. És egyik testvére felállt, hogy képzeljétek el, testvérek, egész elültettem a kukoricát, és egész évben nem töröttem be. A na jeseň také som mal veľké klasy, takú úrodu som mal, že to je až podivné. És össze olyan nagy kalászok voltak, olyan nagy termésem volt, hogy a szinte csodálatra mértó. A potom povstal jeden druhý brat a hovorí, bratia a sestry, neverte. És felállt cerkev. És felállt valaki, és azt mondta, hogy testvérek, ne higgyetek neki. Pretože Pán Boh lenivých nepodporuje. Mert az úr a lustákat nem támogatja. A v tom je určitá pravda. És abban van egy igazság. Že Pán Boh lenivých nepodporuje. Hogy az úr a lustákat nem támogatja. On vtedy, keď my sme v ťažkostiach, keď sme my v určitých takých stavoch, keď si uvedomujeme tie svoje nedostatky. Akkor, amikor olyan helyzetekben vagyunk. Keď si uvedomujeme svoje nedostatky. A vidíme, že skutočne už na tom nevieme nič zmeniť. A pokoríme sa pred Pánom. Pán sa vie zmilovať. A Pán meg tud könyörülni. És tud... A tento milosrdný Pán nás prevedie aj cez tie najťažšie skúšky. A takto ja vidím to, že skutočne my musíme urobiť všetko, čo my môžeme urobiť. A ešte aj vtedy, keď všetko urobíme, čo sme mali urobiť, és még akkor is, hogyha mindent megteszünk, amit meg kellett tennünk. Tak nám hovorí Božie slovo. Azt mondja az úrstava. Že my máme povedať, že neužitoční sme služobníci. Nekünk azt kell mondani, hogy haszontalan szolgák vagyunk. A ešte aj vtedy sa nemôžeme spoliehať na to, čo sme my urobili. És még akkor se támaszkodhatunk arra, amit megtettünk. Ale musíme sa spoliehať na Božiu milosť. Hanem az Úr kegyelmére kell
Hospodin sa tak predstavil Mojžišovi. Az Úr úgy mutatkozott be Mózesnek. Keď mu hovorí Mojžiš, ukáž mi svoj tvár, Pane. Mikor mondja neki Mózes, hogy mutasd meg a orcádat, Uram. A potom Pán mu hovorí, ty nemôžeš vidieť môj tvár, lebo ten, kto by videl môj tvár, ten zomrie. Azt mondta neki az Úr, hogy te nem láthatod az orcámat, mert ha látnád az orcámat, akkor meghalsz. Ale ty sa ukry v tej rozsadline tej skaly. Takže buja a sziklának a hasadékába. A pôjde pred tebou moje, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. És megy előtted az én könyörülök, akým könyörülök. A toto je veľmi výstižný obraz Boží pre nás. És ez nagyon jelentős képe, az igéne. Takto jedná s nami Boh. Így. Jednoducho, my si nemôžeme robiť právo a nároky na to, aby sa nad nami zmiloval. Egyszerűen my nem csinálhatunk jogokat és igényeket arra, hogy az Úr könyörüljön rajtunk. Ale on hovorí, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. De azt mondja, hogy könyörülök, akým könyörülök. A to je, to si vyžaduje pokoru. És az alázatosságot igényel. Ale ľudia neradi sa pokoria. Az emberek nem szeretnek megalázkodni az Úrral. Radšej si, skorej si robia zásluhy a robia si potom nároky. Keď už nejaké zásluhy si myslia, že majú, tak potom už robia si nároky. Inkább valami teljesítményeket tesznek, és aztán elvárásaik vannak. A keď už niekto má nároky, tak už neodkázaný na milosť. Hogyha valakinek má vannak követelményei, akkor már nincs utalva a kegyelemre. A milosť potrebuje len pokorný človek. A kegyelme csak alázatos ember. Ten človek, ktorý nežije v nárokoch. Az az ember, aký má a követelmények. Preto mnohí súdia Boha. Azért sokan ítélik az Urat. Lebo rôznymi spôsobmi sa snažia Pánu Bohu zadosť učiniť. Mert sokfajta módon ki akarják elégíteni az Urat. A to nie je možné. És az nem lehetséges. Pretože tie Božie požiadavky sú také, že človek ich nemôže splniť. Mert az Úr követelményei olyanok, hogy az ember nem képes teljesíteni. Preto hovorí Božie slovo, aj keby sme všetko urobili, čo sme urobiť mohli. Azért mondja az Úr slovo, hogyha mindent meg is tennénk, ami képesek lennénk megtenni. Tak musíme povedať, že sme neužitoční služobníci. Akkor is azt kell mondani, hogy méltatlan. To znamená, že sme len odkázaní na Božiu milosť, na jeho zmilovanie. Az azt jelenti, hogy rá vagyunk utalva az Isten kegyelmére, az a könyörületességére. A predstavte si Mojžiš, ten Boží služobník, képzeljétek, Mózes az az Úrnak a szolgája. Keď chce vidieť tvár Pánovu, hogyha szeretné látni az Úrnak a orcáját, Pán mu predstaví túto svoju tvár, milosrdenstva. Az Úr megmutassa neki a kegyelmes arcát. A teraz je mojou otázkou na vás. És most az én kérdésem felétek. Že nakoľko vy prežívate tú potrebu Božieho milosrdenstva vo vašom živote. Mennyire élitek át ti az Úrnak a kegyelmét a világítékbe, annak a szükségét? Nakoľko koríte svoje srdcia a pištíte v prachu pred Bohom? Mennyire alázatok meg a szíveteket is? Aby toto milosrdenstvo sa pozrelo na vás. Hogy ez a kegyelem és a könyörületesség rátok tekintet. Aby táto tvár Pánova sa obrátila smerom k vám. Hogy az Úrnak a orcája felétek forduljon. Nakoľko záleží tebe a mne na milosti. Mennyire függ neked és neked az Úrnak a kegyelme. Toto je veľmi dôležité. Ez nagyon fontos. Aby sme my boli závislí na milosti Pánovej. Hogy my függünk az Úrnak a kegyelmétől.
Nebo potom, keď sa nenaplňa určité naše predstavy, mert akkor ha bizonyos követelmények vagy elvárások nem teljesülnek. A my sme si mysleli, že sme my boli hodní toho, niečo sme pre to urobili, alebo proste si myslíme, že sme naplnili určité Božie požiadavky. És mi azt hittük, hogy mi méltók vagyunk arra, vagy bizonyos elvárásokat, vagy Istennek a követelményeit betöltöttük. A Pán Boh neurobí tak, ako si to my predstavujeme. És az Úr nem úgy teszi, ahogy minket elvárnánk. Pretože má iné plány. Mert más tervei vannak. Pretože má iné predstavy o tých veciach. Mert más elképzelései vannak azokról. Viete, čo sa stane? Tudjátok, mi fog történni? Človek, ktorý nežije podľa milosti, začne súdiť Boha. Az az ember, aki nem a kegyelem szerint él, elkezdi ítélni az Urat. A začne ho dokonca začína v ňom hľadať toho, ktorý je vinný za všetky tie veci, ktoré sa udejú. És szinte elkezdik vádolni mindazért a dologért, ami bekövetkezik. Ale my sme svedkami Ježíša Krista. De my az Úr Jézus tanári vagyunk. A to, že sme svedkami Ježíša Krista, musíme vedieť, že sme svedok funguje na súde. És azt, hogy mi az Úr Jézus tanári vagyunk, tanúi vagyunk, vagy tudjuk, hogy a tanú az a bíróságon. Ott érvényes. Ott érvényesül a bíróságon. A keď my sme svedkami, tak vlastne sme na súde. És hogyha mi tanúk vagyunk, akkor lényegében a bíróságon vagyunk. A viete, na akom súde sme? Tudjátok, milyen bíróságon vagyunk? Niekto súdi Krista. Valaki ítéli az Úr Jézust. Niekto súdi Boha. Valaki ítéli az Istent. A my sme svedkami čoho? És mi tanúi vagyunk minek? Minek a tanúi vagyunk? Že to je náš Pán. Vagy az a mi Urunk. Ktorého poslal nebeský Otec. Amelyet elküldött a mennyelte. Na záchranu všetkých hriešnikov. Minden bűnös megmentésére. A my sme ďalej svedkom toho, že On je dobrý. És mi tovább tanúi vagyunk annak, hogy jó. Aj vtedy, keď máme kríž. Meg akkor is, hogyha keresztünk van. Aj vtedy, keď nás tlačia rôzne ťažkosti života. Meg akkor is, hogyha az élet terhei nyomnak bennünket. A keď sú nenaplnené potreby, naše potreby života. És hogyha nincsenek betöltve a mi élet szükségleteink. A možno, že nás trápia choroby. És lehet, hogy kínoznak a betegségek. Možno, že nás trápia rôzne iné ťažkosti života. Lehet, hogy más nehézség gyötörnek bennünket. Mi jednako sme svedkami jeho svedka. Mi úgyis az, hogy tanulni vagyunk. Že on je dobrý. Hogy ő jó. A on je spasiteľ sveta. És a világnak a megmentője, megváltója. Nie preto sme svedkami, že všetko máme do plusu a všetko sa nám darí. A všetko Pán Boh nám len proste všetko zlé len na dobre nám obrací. Nem azért vagyunk tanulni, mert nekünk minden jó és mindent az Úr a mi javunkra fordít. Ale preto sme svedkami, že veríme. De azért vagyunk a tanulni, mert hiszünk. Že už či pôjdeme cez ťažkosti alebo cez utrpenia týmto svetom. Hogy még ha a nehézségek és gyötrelmek között is megyünk át ezen a világon. Aj tak vieme, že naša cesta skončí v cieli. Akkor is tudjuk, hogy a mi útunk a célba ér. A ten cieľ je večný život Kristu Ježišom. És az a cél a örök élet a Krisztus Jézusban. Mám tu brata, Lojzka. Itt van Lojz a testvérünk. A ja sa ťa chcem opýtať. És én szeretném tőled megkérdezni. Ja už od detstva poznám tvoj život. Én már gyerekkorom óta ismerem az életedet. A viem, že nasleduješ od svojej mladosti Pána Ježiša. És tudom, hogy a ifjúkorodtól követed az Urat. A viem, že si prešiel rôznymi ťažkosťami a ohňom života. És tudom, hogy átmentél sok nehézséget és az életnek a tüzén. Cez aké ťažkosti mnohí z nás nemáme ani tušenie. Amelyekről sokan közülünk nem is sejtenek. Cez rôzne bolesti.
cez úzkosti smrti. A dnes tu sedíš mezi námi. A pýtám se tě. Náš Pán je dobrý. Jsi svědkem jeho majestátu, že on je skutečně dobrý, nebo svět ho soudí. Aj náboženský lidé ho soudí. Aj farizeji ho soudí. Pomáč. Různé společensky postavení lidé ho soudí. Társadalmi szinten bizonyos pozícióban lévő emberek ítélték őt. Ale bola hrstka ľudí. De volt egy maréknyi ember, ktorí svedčili, že on je dobrý. Amelyek arról tettek bizonságot, hogy jó. Nie bol to veliký zástup. Nem volt az nagy tömeg. Veliký zástup kričal, ukrižuj. A nagy tömeg azt kiabálta, hogy feszítsétek meg őt. Velký zástup chcel vidět zrušok, chcel vidět prostě nech nám něco zdvihne adrenalin. A jim to bylo jedno, že za akou cenu. Keď už jsme vyšli na toto velké náměstí, tak tu nech se něco děje. Ukrižuj. A nerozmýšlej. Nesúdili spravodlivý súd. Ale bola tam hrstka ľudí, ktorí to veľmi úprimne a vážne zobrali. Hoci boli v tom zástupe, a okolo nich ten zástup kričal, ukrižuj, kiabálta, hogy feszítsétek meg. Oni sa modlili. Ők imádkoztak. A porúčali svojho Pána do rúk nebeského Otca. És ajánlották az Istennek a kezébe az Úr Jézus. A oni vedeli, že ten dáv sa míli. Csak tudták, hogy ez a tömeg téved. Oni vedeli, že oni nemajú diel v tom súde. Csak tudták, hogy nekik nincsen részük ebben a bíróságban. Oni nesúdili Krista. Nem ítélték Krisztus. Ale oni boli odkázaní na tú milosť. Bol to malý zástup ľudí. A predstavte si, že do tohoto zástupu, maličkou zástupu, patril jeden človek. Képzeljétek el, hogy ebben a kis tömegben tartozott, vagy közöttük volt egy ember. A tento dokonca ani nestál v tom zástupe, v tom veľkom zástupe. És az igazából nem is állt ott bent abban a nagy tömegben. Hanem on visel na kríži. De ott lógott a keresztül. A hovorí, Pane, és mondta, Uram, keď pôjdeš do svojho kráľovstva, hogyha elmész a te királyságodba, rozpomeň sa, prosím ťa, rozpomeň sa na mňa. Emlékezz meg, kérlek róla, emlékezz meg. Pozrite, on ho nesúdil. Nézzétek, nem ítélte őt. On ho nekritizoval. Nem kritizálta őt. On nemudroval tam. Nem okoskodott ott. On sa tam pokoril. Megalázta magát ott. Ten hriešník, az a bűnös, ktorý visel medzi nebom a zemou, aki ott függött a menny és a föld között, ten patril do tej malej skupinky ľudí. Tartozott abba a kicsinke csoportba, ktorá nesúdila Krista. Amely nem ítélte az Úrat. Vidíte, akú má Kristus svoju skupinu? Lássátok, Kristusnak milyen csoportja van? Aj dnes, Kristova skupina nie je veľká. A Kristusnak a csoportja nem nagy. Nepatrí do väčšiny. Nem a többségbe tartozik. On má skrytú skupinku.
neki van rejtett csoportja. V tom zástupe ľudí, abban a nagy emberi tömegben. A mnohokrát ich nájdeme aj v zástupe takzvaného kresťanstva. Sokszor megtaláljuk őket abba a úgynevezett kereszténységnek a tömegébe. A sú to veľmi zvláštní ľudia. És nagyon érdekes emberek ezek. Jeden je zločinec. Az egyik bűnöző. Ktorý práve činí pokánie. Amelyik éppen bűnbánatot tart. Iný je človek bezmocný, zlomený okolnostiami života. A másik egy maga tehetetlen a A v týchto takýchto ťažkých stavoch a hlbokých prežívaniach táto skrytá skupinka sa vyníma z toho veľkého globálu. Ez a rejtett csoport kiemelkedik ebből a globálból, ebből a többségből. A Pán Ježiš o týchto ľuďoch vie. És az Úr Jézus ezekről az emberekről tud. Nedal si si náhodou otázku, tak čo ty musíš mať toľko problémov? Nem kellett fel beállítani azt a kérdést magadnak, hogy miért kell neked annyi problémád legyen. Prečo si ty taký problematický človek? Mi volt to olyan problémás ember? Pozri sa, tam tí ľudia skáču, radujú sa, plesajú. A ty máš furt problém. Nézd meg azok az emberek, hogy ugrándoznak, örvendeznek, és neked folyton problémáid vannak. Keb si hľadal tú skupinu okolo kríža Pána Ježiša, to boli všetci ľudia, ktorí boli práve v ťažkom probléme. Hogyha keresnéd azt a csoportot, az Úr Jézus keresztje körül, azok mind olyan emberek voltak, akiknek voltak problémái. Ktorí boli zlomení tými okolnostiami. Amelyek össze voltak törve az életnek esetében. Ktorí práve boli v ťažkej depresii. Amelyek éppen erős, nehéz depresszió. Lebo si mysleli, ja tomu nerozumiem, čo sa deje. Mert úgy gondolták, hogy én nem értem azt, ami történik. Nerozumiem tým, tej situácii života. Nem értem az életnek azt a bizonyos helyzetét. Nevidel som ani jedného Kristovho nasledovníka tam, na súde, aby skákal a aby tam robil nejaké vylomenie. Nem láttam a Kristusnak a követelői közül egy olyan ember, csak ott ugrándozott volna, vagy valami. A robil nejaké šaškoviny a vagy valami bohočávokat csinált volna ott. Možno, že skákal na jednej nohe, točil sa a kikirikal. Hát, hogy ugrándozott egy lábon, forgott és kukorékolt. Neviem si predstaviť. Tam to nákýrnem. Ale keby aj taký tam bol, určite by nepatril do tej skupiny, ktorá Krista nesúdila. Biztosa nám tortozott volna abba a csoportba, amely Kristus nám ítélte volna. Tí, ktorí sú svedkami Ježiša Krista, azok, amelyek az Úr Jézusnak a tanúi, oni prežívajú. Ők átérnek. Oni prežívajú Krista. Kátéri Kristus. Oni prežívajú tú situáciu života. Kátéri az életnek azt a helyzetét. A pri tom všetkom, és mindamellett, že nesú to bremeno zodpovednosti, hogy viszik annak a felelősségnek a terhét, aj zodpovednosť za to, že sú práve teraz slabí a biední, a felelősségét azért ott is, hogy most éppen gyengék és nyomorultak, predsa Pán stvrdzuje, mégis, že toto, že sú oni jeho. Mégis megerősít abba, hogy ők a... Preto by som ťa chcel povzbudiť, brat, môj, sestra, mňa. Azért szeretnélek titeket bátorítani, testvéreim. Ak sa ti zdá, že to tvoje kresťanstvo nie je také happy a také full joy, hogyha úgy tűnik neked, hogy a te kereszténységed nem olyan happy és örömteli. A že máš veľa bojov a zápasov. És sok harcod és küzdelmed van. Ja ťa povzbudzujem k tomu. Én bátorítalak arra. Aby si si nemyslel, že si nenormálny kresťan. Ne gondold azt, hogy nenormális keresztény vagy. Práve, že si kresťan, ktorý nesieš kríž. Éppen
olyan keresztény vagy, aki viseléd a keresztet. A každý kresťan potrebuje kríž. És minden kereszténynek szüksége van keresztre. Niektorí kresťania si myslia, že oni majú len taký kríž na krku, na zlatej reťazke. Čo kresťania asi sú, že nechci kúra kresť len na ňapukba, parány, ňapláncu. Niektorí si dajú kríž do uší. Valaký a sudejba, to si a kereste. Už tí modernejší kresťania nosia kríže v nose. A moderná kresťania sa zvolú Bohu, že aký kereste. Lebo si myslia, že oni potrebujú kríž. Asi si chodil nejakých súkšejí po kereste. Ale my hovoríme o inom kríž. Da my máš kereste zbasíme. Niečo, čo ťa ťaží. Valami, ami ňomast. Máš veci, ktoré ťa ťažia. Vanok dolka, melyek ňomastanak. Máš veci, ktoré tlačia tvoje plece. Vanok dolka, melyek ňomjákat váladat. A teraz v tejto chvíli, keď počúvaš toto kázanie, hoťa ebben a percben hallgatod ezt a predikációt, a myslíš si, ty nemáš žiadne ťažkosti, nič ťa netlačí. És azt gondoltam, neked nincsen semmi terhet, semmi nem nyomaszt tégedet, tak ti musím jedno veľké tajemstvo povedať. Akkor egy nagy titkot kell, hogy elmondjak neked. Si v Božích očiach neskutočne nezodpovedný človek. Az Isten személyében felelőtlen. Nagyon felelőtlen vagy. Lebo ak máš pocit zodpovednosti. Mert hogyha van felelősség érzeted. A keď sa pozrieš von na tých ľudí. És hogyha ránézel azokra az emberekre. A keď vidíš ten dáv, ktorý slepo križuje Krista. És látod azt a tömeget, amely vakon keresztre feszíti a Krisztust. A vidíš ten zástup, ktorý všeličo kričí. És látod azt a tömeget, amely mindenféle dolgokat kiált. A súdi Krista. És ítéli Krisztus. A ty tvrdíš, že nemáš žiadnu ťažovú žiad. Nič ťa netlačí, nič ťa nebolí. Si happy kresťan. És te azt vallod, vagy azt sugárzod, hogy téged semmi se nyomad, semmi se terhel. Tak to je len jedna jediná známka, že si nezodpovedný. Az csak egy dolognak a jegye, hogy nagyon felelőtlen vagy. Chod na svoje kolena. Menj a te térdeidre. A postav sa na kolenách pred Bohom. És állj a térdeiden oda az Úr elé. A ukáž, povedz Bohu, Pane, ukáž mi stav mojho srdca. És mondd meg az Úrnak, hogy Uram, mutasd meg a szívem állapotát. Ukáž mi, kdo som vlastne ja. Utasd meg, ki vagyok igazából. Či som ja tvojim svetkom? Hogy a te tanúde vagyok. Alebo stojím na tej druhej strane. Vagy a másik oldalon állok. Či patrím do tej malej skupinky ľudí, hogy abba kis tömegbe tartozok-e? Ktorí nesúdia Krista. Amelyek nem ítélik az Urat. Hoci si v tom zástupe, v veľkom zástupe, ktorý súdi Krista. Annak ellenére, hogy abban a nagy tömegben vagy, aki ítéli a Krisztust. Predsa, že či patríš do tej malej skupinky, ktorá je svetkom Ježíša Krista. Mégis abban a kis csoportban tartozol, aki Krisztusnak a tanúja, tanítvány. To ty musíš vo svojom srdci, vo svojom charaktere poznať. Azt neked kell tudni a te szívedbe, a te jellemedbe. A musíš to poznať, és kell, hogy ismerd, že je to tak. Hogy az úgy van. A ty máš kríž. Neked van kereszted. A ten kríž ťa učí k zodpovednosti. És az a kereszt tanít a felelősségnek. Zodpovednosti za svoj život pred Bohom. Felelősségre a saját életedről. Za svojich blízkych. A közel lévő itt hozzátartozóit. Potom za svojich spoluobčanov. A te társa, embertársaid felé. A takisto aj za celý svet. És ugyanúgy az egész világért is. Mert musíme mať zodpovednosť. Nekünk kell, hogy legyen felelősségünk. Máš svoj kríž. Megvan a keresztet. A ďakuj Bohu za. És köszönöm meg az Úrnak. Jedného času v mojom živote egy bizonyos időben az életemben
sa mi zdal môj kríž mimoriadne ťažký. A ten krest ten naďom nadnáš, ten oriáši nás. A začal som volať na Pána. Čaká sa ma zúre, vyhátovi. A hovoril som, Páne, neuniesiem ten kríž. A som to môžem, mám tu do náhoďa znes to krestu. Príliš ma gniavi, príliš ma ničí. Naďom tenkrát to sa engelet. Už nemôžem kvôli nemu spať. A nám to miasta alúdniše. Páne, vezmi mi ten môj kríž. Uram, vedel zem kerestenet. A prosil som Pána. Eš kértam az Urat. A Pán mi povedal, dobre, zobral som tvoj kríž. Az Ura azt mondta, že jóval návettem a keresztelet. Ale bez kríža ťa nemôžem nechať. De a keresztelet tu nem hagyhatlak. Pretože ten, kdo mňa nasleduje, mert aki engemet követ, mňa bez kríža nie je možné nasledovať. Engemet a kereszt nélkül nem lehetséges követni. Ty potrebuješ kríž. Neked szükséged van keresztre. Ale ma prečo potrebujem kríž, Pane? És mondom, miért van szükségem keresztre, Uram? Aby som bol kresťan. Hogy keresztén legyek. Alebo aby aj iní videli, že ja mám kríž, aby boli spokojní. Vagy hogy mások is lássák, hogy keresztem van és elégedettek legyenek. A Pán povedal, to sa iných netýka, to sa týka len teba. És az Úr azt mondta, az másokat nem érint, az csak tégedet érint. Ty svoj kríž máš preto. A te kereszted azért van. To je tvoj oltár. A to je oltáru. Ty na tomto oltári prinášaš obeť Bohu. Te ezen a oltáron áldozatot hozom az Úrnak. A každý deň. És minden nap. Na tomto oltári. Ezen az oltáron. Obetuješ Bohu. Áldozol az Úrnak. Ten svoj starý charakter. A te régi charakteredet. To svoje staré ja. A te régi énedet. To svojho starého Adama. A te régi Ádámodat. To znamená tú tvoju pýchu. Zase to je te büszkeségedet. Tú tvoju ješitnosť, urážlivosť. A te sértődékenységedet. A to všetko, čo sa v tebe pohýňa, és minden, ami benned mozog, to, čo vychádza von z tvojej hlbokej podstaty, ami a te mély belsődből fakad, tak vlastne potrebuješ tento oltár, akkor szükséged van erre a oltára, tak ako Pán Ježiš mal oltár kríž, úgy, ahogy az Úr Jézusnak a oltár volt a kereszt, a na tento oltár bol pribitý, és erre a oltára föl volt ako obetný baránok, szögezve, mint a áldozati bárány, tak aj ty potrebuješ toho starého svojho človeka, ugyanúgy neked is a te régi emberedet, ty potrebuješ pribíjať na tento kríž, fel kell szögezned erre a keresztre. A keby si nemal kríž, és ha nem volna a kereszted, ty si veľmi, veľmi vysoko by si skákal so svojím ja, so svojím starým Adamom. Nagyon magasan ugrádozza a te éneddel, a te régi Ádámoddal. Mnohí kresťania chcú Krista bez kríža nasledovať. Sok keresztény a kereszt nélkül akarja követni Krisztus. A odvodňujú sa ešte s tým, že oni majú happy kresťanstvo. És még azzal indukolják meg, hogy nekik happy, boldog kereszténységük van. A tí, ktorí nosia kríž, to sú zaťažení kresťania. És azok, akik hordozzák a keresztet, azok megterhelt keresztények. Áno. Igen. Ale to je prianie Pána Ježiša. De az a Krisztusnak a akarata. Tak hovorí Pán Ježiš, do mňa chce nasledovať. Aki engem, azt mondja az Úr Jézus, aki engem akar. A nenechajte sa nikým a ničím oklamať. És ne engedjétek magukat senkivel és semmivel. Ten prvý krok. Az az első lépés. Zober svoj kríž. Vedd a te kereszt. To je tvoj oltár. Az a te oltár. Budeš to potrebovať na každý deň. Szükséged van rá minden nap. Zober tento kríž. Vedd el ezt a kereszt. Zober tento oltár a polož ho na svoje plece. Vedd el ezt a oltárt és tedd a válaidra. A každý deň ma takto nasleduj. És minden nap így kövess engem. A v každej situácii. És minden helyzetben. Keď sa zobúza v tebe tvoje ja. Hogyha ébredezik benned a te énem. Keď sa prebúdza tá tvoja citlivosť, urážlivosť, ješitnosť. Hogyha ébredezik a te érzékenységed, a te sértődékenységed. Preto musíš mať ten oltár pri sebe, aby si ho hneď tam priklincoval, hneď tam pribil. Azért szükséged van arra oltára, hogy akkor rögtön szögezd fel ezeket a dolgokat.
Lebo ak by si nemal hneď ten kríž pri sebe, teda na sebe, za kerest, right. Right. Tak by si proste to odkladal až niekedy na večer, keď prídeš domov. Akor fejre rakočgatnád egész estére, akkor hazajössz. Ale my ten kríž nosíme do práce. De mink azt a keresztet a munkahelyünkre is hordjuk. Tak je to máško. Aj v robote ho máš so sebou. Ugye Tomás, ne, 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 a Tomás a munkába is veled van, nem hagyod a öltözőben. Erika. Erika. Pokiaľ nesieš ten svoj kríč. Meddig hordozod a keresztet? Éppen mondtam a Gyurinak, hogy tegnap otthon felejtettem a keresztet. Priznala sa Erika, že včera zabudla kríž doma. Vidíte? A musím si predstaviť, že asi ako ten včerajší deň dopadol. Musela si činiť potom pokánie, však? Šátom kérdele körülbelül, hogy az ajlott az a tegnapi nap, valós biztos bűbánatot kellett tartanod. Áno, lebo jednoducho dovtedy tak narastie ten Adam. Igen, mert addigra úgy megnövekszik az Adam. Takto ľudské ego tak zmocní a zosilnie. Az ember én úgy megerősödik. Že proste už skoro už... Už sa ani nezmestí na ten kríž. Prečo ja mám tak strašne veľký kríž? Jedných testvierem je panoskoľ nejakým šalom, nebo na naď kerestem. A som nepovedal, lebo má strašne veľké ja. Lebo naďom naďom za jiné, aspoň tam neký. Už sa ma potom nepýtala naď. Za mám kerestu, mám kerestu. Ale to je ten problém. To je za problémo. Že ľudia vyhľadávajú texty z písma. Že z embere keresik a igenhelyeket. Ktoré ich chcú oslobodzovať od kríža. Amelyek megszabadítsák, felszabadítsák iket a keresztalú. Viete, ľudia si majú také všelijaké veršíky. Tudjátok, az emberek olyan mindenféle igéket keresnek maguknak. Že to by vám rozum zastal, že čo dokážu z Biblii vyniesť, aké učenie. Hogy eszedek megállna, hogy a Bibliában milyen tanításokat képesek. Hát a nyilván ľudia sami, ale a diabol im dokáže tak zostrojiť, zoskupiť proste určité biblické texty. És az nem csak az emberek maguk, hanem meg a sátán is tud nekik össze... Že ich úplne oklamaj, zmetiej. Összeállítani olyan dolgokat, hogy szinte teljesen összezavarja őket. Jézus Krisztus nikoho ne oklamaj. Jézus Krisztus senkit se csal meg, nem... Nikoho nedovedie do chaosu, proste do nejakých nejasností. Senki sa vezet semmilyen chaosba, semmilyen bizontalanságba. Lebo on hovorí, že kto má jeho slovo, má svetlo života. Mert azt mondja, hogy akinek van az ő szava, annak az életnek a világosága. A ten, kto chodí vo svetle, ten nezavadí, nepotkne sa, ne? Proste jednoducho nespadne. És aki a világosságban jár, az nem botlik meg, nem esik el. A preto mi potrebujeme chodiť v tom svetle Krisztovom. És azért nekünk szükség, hogy a Krisztusnak a fényében, a világosságában járunk. Tak ja som veľmi vďačný za to. Ezért én nagyon hálás vagyok. Že Pán nás učí zodpovednosti. Hogy az Úr a felelősséget tanít bennünket. A ak sa cítime v tej skupine, és hogyha érezzük magunkat abban a csoportban, ktorá nesie určitú ťarchu, určitú zodpovednosť, určitú, nejaký spôsob sa cíti byť zaťažená, amely vyšel van, terhet valamilyen felelősséget, valamilyen módon megterhetnek érzi magát, tak to je práve tá skupina, ktorá patrí k Pánu Ježišovi. Akkor az éppen az a csoport, amelyek az Úr Jézushoz tartozik. Ktorá cíti zodpovednosť za tú situáciu. Amely érez felelősséget ezért a helyzetért. A ktorá prináša túto situáciu pred Pánu. És amely oda viszi az Úr elé ezt a helyzetet. A potom títo ľudia už nikdy nesúdili Krista. És ezek után ezek az emberek soha nem ítélték a Krisztust. Pozrite sa, táto skupinka ľudí, ani včetne toho zločinca na kríži,
ani on nikdy už Krista nesúdi. Nézzétek meg, ez a kis csoport beleírta azt a bűnös embert és a keresztény, soha többet nem ítélte Krisztus. Jednoducho bol svetkom Ježíša Krista. Egyszerűen Krisztus tanulja volt. Chceš byť aj ty svetkom Ježíša Krista? Te is Ježíšnak a tanulja keresztény tanítvány. Aj ty bereš na seba svoj kríž? Te is felveszed a te keresztedet? Aj ty na dennodenne používaš tento oltár? Te is na ponta használod ezt a oltárt? Alebo tak, ako Erika zabudla doma. Včera ráno zabudla doma kríž. Vagy úgy vagy, mint a Erika, hogy tegnap reggel otthon felejtetted a keresztedet. A potom to bolo katasztrofa. Aztán katasztrofa lett. A večer sa už stará Eva nezmestila na kríž. És este már a régi Eva nem férte keresztet. My nemôžeme si niekam na večer. Nem a časok meg az estére. Celý deň pretlčieme. Egész napot. Prenerváčime. Prenadávame. Egész napot átidegeskedjük, átkáromkodjuk. A potom? És utána. Večer, ó, Pane Bože, zmiluj sa, na čo som to ja všetko zboral. Azt mondjuk, hogy ó, Uram, könyörülj rajtam, miket én ma elkövettem. Sú ľudia, ktorí celú noc premodlia. Vannak emberek, akik egész éjszakán át imádkoznak. Celý deň pretlčú. Egész napot. Átvészedik. A potom až niekedy večer riešia svoje veci. És utána csak valamikor este rendezik a dolgokat. Ale tedy je to už veľmi ťažké. De akkor már nagyon nehéz. Ja akkor náhle zistím, že niečo zaiskrí medzi mnou a Zuzkou, ja si to nenechávam. Neskôr. Én amihány észreveszem, rájövök arra, hogy közöttem és a feleségem Zuzka között valami történik, akkor mindjárt oldom a dolgokat. Júlcsika, Sárgáni, ty si to nenecháš do večer. Tak sa milo usmievaš. Te si hagyod meg magának estére. Tu dovtedy to narastie. Addig nem megnő. Veci rastú. A dolgok nő. Pálko, ty dokedy čakáš? Palika, te meddig máš? Ja preventívne hneď ráno začínam. Už ho začneš križovať. Už ak sa zobudí. Megadol som a dolgokat, ja mindjárt reggel kezdem. Tak to dobre robíš. Akkor jól csinálom. A potom musíš priebežne celý deň. És aztán egész nap. Folytonosan. Folyamatosan kell. A tak sa premieniať na Kristov charakter. És úgy változunk Kristus jellemére. A ten Kristov charakter vlastne tým prichádza do nás, tým sa rozvíja, že my to starého Adama, ten starý náš charakter, neustále pracujeme na ňom a udúšame, priklincujeme. És Kristusnak a jelleme úgy növekedik, úgy csiszolódik bennünk, hogy mi minden nap megöldököljük a mi régi énünket, régi Ádámunkat és a keresztre szögezzük. Nestačí to len večer riešiť. Nem elég csak este rendezni a dolgokat. Sú niektorí kresťania, ktorí majú raz do mesiaca večeru Pánovu. Vannak német keresztények, amelyeknek egyszer egy hónapban van úrvacsora. A potom týždeň pred večerou Pánovu. És akkor egy héttel a úrvacsora előtt. Nazvú to týždňom pokánia. Bűnbánati hétnek nevezik ezt. A pretože vedia, že budú v nedelu brať večeru Pánovu, tak týždeň, všetko, čo za mesiac zbabrali, tak oni by to chceli cez ten týždeň ako tak dať do poriadku. És mivel tudják azt, hogy vasárnap úrvacsorát fognak fogadni, egy hét alatt ne akarják oldani mindazokat a problémákat, amelyeket egy hónapig halmozódott bennük. Ezt to sa nedá dať do poriadku. De azt nem lehet így. Lebo veci rastú. Mert a dolgok növekednek. Ak som netrpezlivý, hogyha türelmetlen vagyok. A nepriklincujem toho netrpezlivého ducha. És nem szegezem fel azt a türelmetlen szellemet. Tak ten netrpezlivý duch, ktorý začal pred mesiacom, už teraz je agresívny duch. To je už nezvládnutelný duch. Akkor az a türelmetlen szellem, ami egy hónapval ezelőtt kezdett, az már mostanára agresív szellem szinte legyőzhetetlen. To je dobré, že myslíš na to, že potrebuješ pristupovať k večeri Pánovej. Az jó dolog, hogy
gondolsz arra, hogy kell úrvacsorát. Ale mi si asi nestačí len jeden týždeň nosiť kríž. De egy hónapban, de a hónapban nem elég csak egy hétig hordozni a keresztet. A ešte to tak pekne náboženský nazvať, že to je týždeň pokánia. És meg szép van, hogy vallásosan megnevezni, hogy az bűnbaleti hét. A čo robíš ostatné týždne? És mit csinálsz a többi héten? A to je veľký dôvod pre to, aby sme sa zamysleli. És az nagy ok arra, hogy elgondolkodjunk azon. Prečo vlastne ten svoj kríž nosíš? Miért hordozzuk a mi keresztünket?